Magyarország szabadkai főkonzulátusa 2011 óta tart rendszeresen kihelyezett konzuli fogadónapokat Vajdaság szerte. Az adai polgárok számára saját bevallásuk szerint óriási segítséget jelent, hogy a főkonzulátus munkatársai vidéken is átveszik az állampolgársági kérelmüket. Nagyon jó, hogy így ide kijönnek, idősebbek vagyunk, nem olyan nagyon szeretünk utazni, jobban olyan bezárkózottak vagyunk most már, és nagyon jó, hogy ide kijönnek. Nyugdíjas vagyok, egyedülálló, és nagyon örülök, hogy ezt az alkalmat megkaptuk, hogy nem kell Szabadkára fölutaznunk, sokkal egyszerűbb már, mint mi nyugdíjasok, nekünk is, hogyha helybe tudjuk bár egy részét rendezni a magyar útlevélnek. Adán ezúttal mintegy 150-en adták át honosítási kérelmüket. Plank Zoltán konzul szerint még mindig számos olyan magyar állampolgárságot igénylő személlyel találkoznak, akinek a magyar nyelvtudása nem felel meg a követelményeknek. Nagyon fontos garanciális feltétel a magyar állampolgárság megszerzéséhez a középszintű magyar nyelvtudás. Egyre többen vannak, akik nem azt mondom, hogy megfelelő nyelvtudás nélkül, hanem egy intenzíven tanult magyar nyelvtudással, ami nem éri el a középfokot, próbálják megszerezni, vagy beadni a honosítási kérelmet. Magyarország szabadkai főkonzulátusa legközelebb 2016. január 19-én tart majd kihelyezett konzuli fogadónapot Adán.